Sziasztok, következő unboxing videónk egy AMD Ryzen 5 5600G processzor lesz. Ez egy A4 tokozású proci. Mint a végén a G betű jelzi ebbe, dedikált videókártya van, szóval integrálva van benne videókártya. 6 magos, 12 szálas. Az alapú jele 3,9 GHz és 4,4-re tudja magát felbúsztolni. 7 mikronos, Elkettő cache memória 3 megabajtos Az L3 cache az pedig azt hiszem 12 megabajtos Az L3 architektúrás Hát elég jó kis proci, mit mondjak róla, még usa Bontsuk ki Ez egy dobozos verzió, a múltkor vettem egyet, az csak OM volt Az OM azt jelenti, hogy nincsen doboza Na, ez van ventilátor is, nézzük meg belülről. Na, szóval itt van a proci, így néz ki. Van rajta egy ilyen QR kód, az nem tudom mi akar lenni. Made in China, minden kínai gyerekek, minden, engedjétek el. Adnak hozzá egy kis matricát, ugye ezen a procin proci alján vannak a lábak. Az Intel-nél fordítóval, ott nincsenek lábak, hanem az alaplapban vannak. Channel-es, eh, DDN4 Channel-es ez a proci. Hát nem tudok más mondani, most körülbelül a 80-90 ezer forint között van az ára, változó boltonként, hol mennyibe kerül. Hát a ventilátorról nem tudok sokat elmondani, kisebb ontom, mert nekem van vízhűtés, meg léghűtés, erre nincsen szükség de adnak hozzá gyárilag is, szóval nem kell venni, és szerintem az is tökéletes. Hát ez proci, ez Full hd re ez, ez eléggé ajánlott, Full hd közepes meg lov beállításokon elég sok játékot elvisz, de ha nem, akkor le kell venni 20 p re úgy meg mindent elvisz. Azt a gépekbe, ez tökéletes szerintem, aki nem akar most ilyen drága, mondjuk már most mennek le a végárak, de aki nem akar egy drágát venni, annak ez tökéletes, én is azért vettem, mert eladtam most a végjámat várok, hogy menjenek lejjebb az árak, addig ezzel el vagyok. Úgyis most a Commodore mini gépeimmel játszogatok, szóval nem is nagyon hiányzik. Nagyon tetszenek a videó, hogy a csatornámra, és sem lájkot. Sziasztok!